35 év után lekerült a Broadway műsoráról az Operaház fantomja. Andrew Lloyd Webber musicaljét 1988-ban láthatta először színpadon a közönség, azóta a világ 183 országában mutatták be. A Madách Színházban éppen 20 éve játsszák töretlen sikerrel a musicalt, az Operaház fantomja túl van a 900. előadáson. Vendégünk Krassi Renáta és Posta Viktor színművészek. Szervusztok, jó estét! Miért olyan sikeres ez a musical, és mi az oka annak, hogy nem unjátok játszani ennyi idő után sem? Mi minden az oka, nyilván több minden. Én csak 18 éve játszom, mert én később álltam meg. Viszont azzal büszkélkedhetek, hogy a világ legfiatalabb fantomjaként álltam be annak idején a darabban, és nem csak ebben tartom a rekordot, hanem 1995-ben bemutatta a Reliews for Company az Operaház fantomját Bázelben, és én pont 1995-től voltam a Bázeli Zeneakadémia hallgatója, és az első dolgom az volt, hogy elmentem a meghallgatásra a zenekarba, mint zongorista, és bekerültem, úgyhogy én voltam a Reliews for Company zenekarának a legfiatalabb tagja, 18 évesen, úgyhogy és amikor visszajöttem Magyarországra, és bekerültem a Színművészeti Egyetemre, utána két éve mutatták be itt Magyarországon is a fantomot, tehát valahogy így a fantom és én egy ilyen szimbiózisba kerültünk. És hogyan került Renáta szimbiózisba Krisztin szerepével? Ha jól tudom, akkor te már nagyon korán beálltál az előadásba, hát, egy vagy két hónappal a bemutató után. Igen, egy hónap után kerültem bele, én voltam a tartalékos, mert hármas szereposztásban játszottuk, megjátszuk is a mai napig, és én voltam a tartalékos, de elég hamar megüresedett egy-két előadás, és akkor rögtön be is álltam, és akkor folyamatosan számodra játszottam. Mitől működik ennyire ez a musical? Hát szerintem maga, az emberek szeretik az ilyen romantikus történeteket. Egy fantom, aki bujkál a párizsi operába, és feltűnik itt-ott, csinál dolgokat, szóval meg olyan misztikus, ami körülveszi az egész darabot, meg hát a zenéje csodálatos. És hogyha már misztérium, ugye a fantom karaktere áll az összes misztériumok középpontjába. Viktor, milyen neked a fantom bőrébe bújni? Azzal együtt, hogy ugye amikor elkezdted, akkor még azért nagyon-nagyon idős volt hozzád ez a szerep. Igen, hát most már bele korosodtam, úgymond a fantomba, és ez jót is tesz a figurának. Én azt szoktam mondani, hogy igazából a musical műfajban a fantom figurája az olyan, mint a prózai műfajban a Hamlet. Tehát, hogyha valaki erre a pályára téved, vagy ezt akarja csinálni, akkor mindig az első gondolat, hogy de jó lenne a fantomat eljátszani. És hogy Renáta is mondta, szóval valahogy olyan jó az elegye az egész, tehát maga a történet, maga a zene, maga az egész kiállítás, ugye a rendezés, az eredeti, de a miénk is nagyon jó. Ugye a miénk non-replika, tehát ugye Harold Prince volt az eredeti darabnak a rendezője, nálunk Szirtes Tamás dolgozta újra a világon először ezt a darabot, és ugyanolyan jól működik, tehát fantasztikus érzés, és hogyha már Hamletet hoztam szóba, nagyon színes a fantom karaktere, tehát a leglágyabb áriától kezdve a gyilkosig minden megtalálható. Hálás. Szerep. Így van. Mindent eljátszhatsz, amit csak szeretne az ember színpadon eljátszani. Renáta, a 900. előadás kapcsán úgy tűnt, hogy majd el kell búcsúznod Krisztin szerepétől, aztán mégsem így lett, mert elváltál tőle, mint ágtól a levél, aztán vissza kellett nőnöd, ez hogy történt? Hát úgy, hogy tanár úr azt mondta, hogy nekünk itt a vége, tehát hogy mindenkinek volt egy búcsú előadása, vagyis lesz, és a 900-at még megcsináljuk, és akkor utána kapunk, mindenki kap egy előadást. Tanár úr Szirtes Tamás. Igen, bocsánat. És aztán végül is belátta azt, hogy annyira jók vagyunk, hogy még maradjunk egy kicsit, de közben már beállt három ifjú lány, akik fogják csinálni. De mit élet ilyenkor a színész? Elengedi, meggyászolja, és aztán újra bele kell helyezkedni? Muszáj elengedni, szerint én azt gondolom, hogy 20 évig játszottam ezt a szerepet, vagy még játszom párszor szerintem, de ez egy fantasztikus lehetőség, ahogy Viktor is mondta, hogy ez egy olyan hatalmas ajándék szerintem, hogy ezt el tudja énekelni, el tudja játszani egy színész az életébe. Azt említettétek a videókban, mert kapcsolódnak ehhez videók is, amit a neten meg lehet találni, hogy egyszerűen nem lehet megunni ezt a darabot, de mitől nem válik ennyi előadás után sem rutinná?
Ez egy annyira összetett szerep, tehát én pár jelenet kivételével végig színpadon vagyok. Ha nem vagyok, akkor is vagy öltözöm a takarásba, tehát hogy folyamatosan ott kell lenni, nagyon precízen, pontosan mindent elénekelni, mindent csinálni, tehát hogy nagyon nagy koncentrációt kíván az embertől. Hát kívánjuk, hogy még akkor sok-sok előadás. Legyen még 900 fontom? De, minimum. Neked? Köszönjük szépen, köszönjük. Hogy köszönjük.